A város képviselőtestülete elfogadta azt a költségvetési tervezetet, mely tartalmazza a 10 millió forintos támogatási összeget. A beruházás a képviselő szerint már időszerű volt. A Perccel-Kerti lakóövezet, ez a 70-es években készült, akkor épültek ezek a tömbök, és nyilván akkor még nem volt ennyi autó, és gyakorlatilag itt a mögöttem lévő tömb előtt az utóbbi időben már felálltak az autók a zöld területre, és kitaposták a zöldet. Gyakorlatilag indokolt volt, hiszen nagyon sok autó van Bonyhádon. Fennálló problémának számít már évek óta a tulajdonosoknak, hogy nincs elég hely a járműveiknek. És próbáltunk egy olyan megoldásra törekedni, ami hosszú távon is jó lehet az itt élőknek. Nyilván kapott egy burkolatot a parkolóhely. A legjobb természetesen egy térköves parkoló lett volna, de én azt gondolom, hogy ennek is nagyon örülnek a városlakók, és tényleg nagyon szép lett, nagyon jó a kivitelezés. A Fáj lakótelepet részesítették előnyben, viszont az aktuális helyzetre való tekintettel a Perccel-kertben kezdték el a munkálatokat. Nagyon örülünk neki, hogy itt az itt élőknek tudtunk ebben segíteni, és nyilván ez egy komfort érzet növelő fejlesztés gyakorlatilag, mert nagyon szép lett, és örülünk neki, hogy ebben tudtunk segíteni. A képviselő szerint a városban történő fejlesztéseket eredményesnek tartják a lakosok.